Kúriában újabb alkotásra gyarapodott a Zemplén Televízió. Az MTVA média mecenatúra támogatásával Mezősi Tamás és Mezősi Nagy Marian már második filmjüket készítették el. A második világháborúban elhurcolt, majd a közelmúltban Sárospatakra hazahozott egyedülálló könyvek sorsa után most egy újabb Zemplénhez is kötődő ember életét dolgozták fel. Neves szakértők segítségével Romzsa Tódor görögkatolikus vértanú püspök életét, mártíromságát, valamint a Kárpátalján élő görögkatolikus papok üldöztetését mutatják be 52 perces dokumentumfilmjük segítségével. Elindultunk onnan, hogy Romzsa Tódor születésétől, munkásságától, papi tevékenységét bemutattuk. Nyilván magát a mártíromságát is, hogy miért is lett ő vértanú, és ezzel párhuzamosan a filmben pedig bemutattuk azt, hogy hasonlóan kárpátaljai görögkatolikus papok hogyan lettek tulajdonképpen a saját maguk módján is vértanúk, illetve áldozatai ennek az időszaknak. Az egy éven át tartó filmkészítés alkalmával a témában jártas neves szakértőkkel a stáb számos helyszínen forgatott. Így Sárospatak mellett jártak Pécset, Budapesten, külföldön, Kárpátalján, Ukrajnában, Ungváron, Munkácson és Olaszországban is. A római forgatás egy ilyen jó példa erre, hogy olyan helyekre jutottunk el, ahova egy átlagember nem. Ilyennek ezek a papnevelő intézetek, ez a Russicum, a Germanicum et Hungaricum. A Russicum az egy annyira érdekes hely, hogy tehát Magyarországról nagyon kevesen jutnak oda be. Az ilyen igényes, sok időt és energiát követelő dokumentumfilmek elkészítéséhez szükség van külsős anyagi támogatásra, hangsúlyozta a film producere, a Zemplén Televízió ügyvezető igazgatója. Ezek az alkotások azért is fontosak, mert az alkotásban résztvevők egyfajta bizalmat kapnak, hogy nem csak a apró televíziós műsorfolyamokban felkészültek, hanem olyan dokumentumfilm és olyan ismeretterjesztő film kategóriában is, amit országos zsűri ellenőriz és sorol be, és úgy gondolom, hogy ebben az elmúlt években nagy sikerünk volt, hiszen már a harmadik ilyen filmet kapjuk. Az alkotók valamennyi korosztály számára ajánlják a filmet, hiszen az ismeretanyag mellett a megszólalóknak köszönhetően mély lelki tartalma is van az alkotásnak, amelyet holnap délután 17:30 5 perccel láthatnak először a Duna Televízióban.